Halál. Jegyzet. Ezeket az apró jegyzeteket egy levélborítékban rejtetten találtam. Rá volt írva, a koporsómnál szónokló papnak adjátok. Az írást Gárdonyi halála után két hónapra leltem meg a köznapi ruhája zsebében. G.J. doktor. Temetnek Sírva megy a nép a koporsó után. Sírva néz a gödörbe. Ne oda nézzetek, hanem fel az égre. Utálatos anyag a test. Csak addig szép és kedves, ameddig a fajfenntartó erő színes üveget tart a szemünk elé. Valójában nincs rajta semmi szeretni való. A lélek bizonyára örül, mikor megszabadult tőle, és bámul, hogy ezen sírnak az emberek, mint valami szerencsétlenségen milyen az ember, mikor már nincsen teste. Elmég gyengesége nem bírja másképp elképzelni, mint megít csak olyan formának, amilyen volt. De hát mi szükségünk van nekünk a más világon lábra? A láb nem egyéb, mint testet hordó szer. Kemény csont a közepe, hogy össze ne essen. Szíjak és fonalak vannak a csonton, hogy hajolni és feszíteni tudjon. Mi szükségünk van erre az éterben, ahol nincs por, és ahol nem cipelünk terhet? És mi szükségünk volna a kézre, erre a fogószerszámra? Mi szükségünk volna a gyomorra, erre a húsfejlesztő készülékre, mikor ott húsunk nincsen? Mi szükségünk volna arra a két fényképező lencsére, amely a koponyánkba van illesztve, mikor szerek nélkül is láthatunk? nincs szükségünk a test semmi részére. Formák nélkül nem tudjuk elképzelni magunkat. Az Istent is anyagi testben szakálasan festjük. Az angyaloknak tolszárnyat adunk, amelyeknek hosszából az ornitológus ki tudja számítani, melyik hány kiló. De hát a formák bizonyára mások az éterben. A test a földi életnek megfelelő forma, ha vízben kellene élnünk, más alakúak volnánk. Az állatok milliárd változata mutatja, hogy minden talaj és minden életmód más formát kíván. Emeld el a fejedet a kicsinyes üzleteidtől, és nézd meg, milyen csoda munka minden test a földön. A szúnyog teste nagyon különbözik az emberi testtől, de azért a szúnyog is tud járni, emészt és lélegzik. Nézd a rotifert. Csak egy lába van. Ha több lába volna, nem tudna vele mit csinálni. És a rotifer él, dolgozik, jár, emészt, lélegzik, lát, szaporít. Nézd a meduzát. Annak meg egy lába sincs. És ha a lelked ma meduzatestet öltene, azt mondanád. Élek, van mit ennem, szeretek, vannak gyermekeim. A tenger az igazi nekem való hely. Áldott a teremtő. Hát, ha így e földre bilincselt helyen is ennyiféle alakban látjuk az élet lehetőségét, mi szükségünk van arra, hogy a más világba fel akarjuk vinni ezt a nehéz, kényes és oda nem való testünket? Az élet útja látható, rendel készített út. Nap, hold, csillagvilágít reál. A mellekén virágterem és kenyér öntözik égi felhők, smártírok vére. Az ilyen út nem lehet azért készített, hogy a végén egy gödörbe jussunk. Azt szokták mondani, adjon meg az Isten mindent, amit magadnak kívánsz. Ez jó kívánságnak látszik, valójában pedig átok. Micsoda ócska szó ez, halandó. Az ember nem halandó, csak a teste halandó. Papoknak nem volna szabad ezt a szót kiejteniük. Csak holt test van, holt lélek nincsen. A hős érzi, hogy élete örökkévaló. Örök mi voltunk érzése mindenkorunkban. Csak a világot látjuk változónak, mulandónak. Mi magunk, mintha az örökkévalóság résztulajdonosai volnánk, csak valahogy ide helyezett lelkek az örökkévalóság világából. Ha nem néznénk soha tükörbe, vélnénk, hogy testileg se változunk, csak épp, hogy gyengülünk. Lelkileg mindig csak erősödést, világosodást érzünk, vénülést soha. Mi az örökké valóság? A parasztnak a kőház, az egyiptomi királynak a piramis, a latin költőnek a vers, a magyar főúrnak a hitbizomány, Semmi sem örökké való pedig ezen a földtekén. Csak a mulandóság. A mulandónak csak mulandóságokra van szüksége. A természet nem pazarló. Minden állat csak annyit tud, amennyi a teste fenntartására és szaporítására kell. Mi mindent tud az ember, aminek a testre semmi vonatkozása nincsen? A lélek is gyűjt. Hiszen az egész élet nem egyéb a lélek gyűjtögetése. Értelmet és tapasztalatokat, érzéseket és erkölcsöket gyűjtünk. A sírnak gyűjtenénk. Arra volna teremtve az ember, hogy egy gödörnek gyűjtsön. Epiktétos szól. A halál semmi. Csak a hozzá kapcsolódó képzetek búsítanak. A gyászoló. De mikor éppen azok a képzetek az én földbe vesző kincsem. Tudom, hogy ha meghalok, megszűnök lenni. Próbáltad? Nincs Isten az égben. Jártál a csillagok fölött? Mi a halál? Az angyal fölébred abból az álmából, hogy állat volt. A halált a legtöbb ember azért féli meg semmisülésnek, mert azt látja, hogy a természetben minden, ami él, meghal. A fű, a fa, a bogár, az állat. De csak a testet látod meghalni, ember. A természet fő törvényei között van a folytonos átalakulás törvénye. Az élő világban szembetűnő ez. A pete, amelyből hernyó lesz, a hernyó, amely négyszer is vedlik, és egyre tökéletesebb az alak nem vedlik e az emberi lélek is. Nagy szenvedések után érezzük, hogy egy kéreggel kevesebb van a lelkünkön. És az utolsó vedlés? Az a szárnyatöltő halál. Az emberi test két fújtatóval maga magát folyton élesztő sárszobor. Lehetetlen meg nem ismerni, hogy lakás, lélekház. Ha megszűnik a két fújtató, megfagynak a folyók, patakok, csermelyek az emberi testben, akkor a lélek kiköltözik belőle, és más házat keres. Némelyik emberben medveként alszik a lélek. Sőt, még mélyebben, mert mindig alszik. Nem is ébreszti föl más, csak a halálnak egy-egy mennykő csapása. Akkor zavarodottan és borzadó hajjal bámul körül, és csak hamar megint elalszik. A legtöbb gyászjelentésben az ennyedikén vagy anyadikán meghalt helyett igazában ezt kellene írni. Ennyedikén vagy anyadikán megérte élete legboldogabb napját. Kétezer év pislog ki a szemedből. Lelked mélyében azonban maga az örökké valóság csillaga szunnyadoz. Mindaddig állat vagy, míg rá nem ébredsz, hogy Isten vagy, az atyával egy, s vissza kell térned, tékozló fiú. Ha bizonyosak lehetnénk január elsőjén arról, hogy december 31-én meghalunk, milyen más lenne a gondolkodásunk, munkánk, magunk viselete? Mennyi sok izgalmat ismernénk haszontalannak? Mennyi sok emberre néznénk több szeretettel? Milyen hálásak lennénk csak egy szép napos időért? egy jó vacokért, egy tányér ételért. Milyen érdeklődés nélkül olvasnánk a politikát, bőrzét és nyílt téri nyilatkozatokat? Milyen érdeklődés nélkül néznénk sok nyargalást, tülekedést, kis és nagykalapácsot, kalapácsot, irigy nyálat és dűtajtékot, furkósbotot, rendjelet, rózsaszín levelet és sejem nyakkendőket, pénzolvasást és telekönyvi táblázásokat, s is így. De hát terminus ismerete kell erre. A malom kerekét víz hajtja. De mi hajtja a mi kerekünket, hogy élni, örökkön élni akarunk? Megállni, elmúlni soha? Mit őröl a mi fejünk, hogy annyira becsüljük őrlését és őrleményeit? Csak reményeket és reményeket, egy reményt, két reményt, sok reményt, csupa szép reményt. De hát minden reménység kép csupán, és nem is ide való kép, lelki délibáb. Ha oda jutunk hozzá, csak olyan sivatagba, kövesre mocsárba jutunk, mint amilyent elhagytunk érte. De onnan megint új szép képre látunk, és ezerszer is csalódva sietünk ismét hozzá, és sietünk mind életünkön által, még csak belé nem potyanunk a két nézetméteres lyukba. Egy bubarék, mely száz évig élhet. Ez volna az emberi élet. Az állat, az állati fokon élő gyermek, meg a gyermeki fokon élő nép nem a halál órájához igazítja a járását. Az élet örök voltának érzése bennünk van. A csatában forgók nem félnek a golyóktól. Mindazt érzi, hogy őt nem találja el, csak a másikat. Mert persze a másik örök életérzését nem érezheti, csak a magáét. A halál gondolata élet végnek ismerve. Gondolkodásnak a szülötte. Annak a gondolkodásnak, amely még ott jár, hogy csak az a való igaz, amit testi szemünkkel látunk